Marosszék a Székelyföld nyugati szélén fekszik, amint a neve is utal rá, a Maros völgyét magába foglaló terület. Ettől nyugatabbra már a mezőség következik. Marosszék központja Marosvásárhely. Mint hadviselés tekintetében egyik igen nevezetes pont, a nyugat felől beözönlő hadak ellen a Székelyföldnek, a kelet és délkelet felől benyomuló török seregek ellen pedig egész Erdélynek kulcsa volt, ahonnan csak nem egyenes irányban minden nagyobb természeti akadály nélkül könnyű elérni Erdély nevezetesebb pontjait, Kolozsvárt, Gyulafehérvárt vagy Nagyszebent, s ezért is fűződik annyi történelmi esemény Marosvásárhely városához. Marosvásárhelyt sok ideig a székelység fővárosának tartották. Marosvásárhely, mint a Székelyföld egyetlen nagy és királyi városa, több tekintetben nevezetes. A város a Maros balpartján, éppen a folyó mellett terül. A városba délkelet felől hegy előfoka nyúlik be, erre épült vára. Marosvásárhely az első hiteles oklevélben 1323-ban Novum Forum Siculorum néven szerepel. Ugyanez a neve a pápai tizedjegyzékben is. A székelység fővárosában a kommunizmus éveiben, az ipari fejlesztés ürügyén, az erős betelepítések miatt a magyarság számaránya drasztikusan lecsökkent. Marosvásárhely leghíresebb személyisége Bolyai János, a nem euklideszi geometria egyik felfedezője. Einstein óta kiderült, hogy ez a mértan és nem az iskolákban tanult geometria írja le pontosan a világegyetemünk térbeli szerkezetét. Bolyai Kolozsváron született ugyan 1802-ben, de Marosvásárhelyen élte le életét. Itt is van eltemetve. ...2002-ben Bolyai János születésének 200. évfordulóján egy Bolyai János emlékművet avattak a városban. Horváth Sándor matematikus terve alapján elkészült a pszeudoszféra, Bolyai János felfedezésének jelképe. De ez az emlékmű nem csak a Bolyai János által felfedezett nem euklideszi geometriát ábrázolja, hanem köze van a nap mozgásához is. Alkotója, szerzője Horváth Sándor, tisztelhetjük itt, matematikus, nagyszerű, nagy tapsot neki. Itt a pszeudoszféra néven ismert emlékműnél állunk. Az az érdekessége, hogy minden év november 3-án, 12 óra néhány perckor a nap fénye két viszonylag rejtett tükör segítségével megvilágítja itt a talapzaton a sarkán elhelyezett Bolyai idézetet. Tudnék azt, hogy semmiből egy új más világot teremtettem. És ez szándékom szerint a
az emlékművet, illetve a tudományt, speciálisan a matematikát egy kicsit behelyezi a csillagok mozgásába, hogy így mondjam, a Földnek a tágabb környezetébe. És azt a kapcsolatot akartam ezzel szimbolizálni, ami a tudománynak a talán legfontosabb forrása, tudnék az univerzum a tágabb értelembe vett otthonunk. Az egyik tükör ott helyezkedik el, a másik meg itt fönt a sarokban, és akkor a napsugár az először onnan verődik vissza a másik tükörre, és onnan pedig erre a föliratra. Ez egy évben csak egyszer történik meg, hát szóval november 3-án, esetleg egy nappal előtte is, meg utána is részben látható. Én is ez kapcsolatban van, nem csak a helyünknek, már amint említettem, a tágabb értelembe vett világűrben elfoglalt helyünknek a megismerésével, hanem az időmérésével is. Nem véletlenül választottuk meg az időpontot sem, tehát az, hogy november 3-a az egyértelmű. Ezt a dátumot nevezik a nem euklideszi mértan születésnapjának. Ugyanis ezen a napon 1823. november 3-án írta János híres levelét édesapjához, Bolyai Farkashoz, amelyben tudatta vele, hogy felfedezett egy új geometriát, egy új világot. Tulajdonképpen van még egy olyan nap az évben, amikor a tükrök pontosan a feliratra vetítik a napsugarait, február 9-én. Ez éppen a szóban forgó Bolyai János levél címzettjének, azaz édesapjának, Bolyai Farkasnak a születésnapja. A városban található egy másik alkotás is, amely ugyancsak Bolyai Jánosnak emel emléket. Ez már egy napóra. Legalábbis a címe szerint, ahogyan egy szobrászművész elképzeli. Dienes Attila Hiperbolikus napóra című alkotása a szovjet hősök temetője mellett látható. Az alkotás 2009-ben készült, a polgármesteri hivatal szervezte Bolyai táborban. Idézzük a szerzőt. Bolyai János emlékműtervét 6 egymással korrelációban összeépült, különböző funkciókkal és szimbólumokkal felruházott geometrikus és konkrét elemből komponáltam. Az első elem a fundamentum, amely egy euklideszi felület. Ezen hiperbolikus és parabolikus felületekből összeállított térbeli testek foglalnak helyet, melyek beltrámi féle pseudoszférához hasonlóan látszanak igazolni Bolyai János tételeit. A homokba szúrt bot árnyékából született tudomány Euklidesz dicséri. A napútját követő hiperbolikus árnyék pedig, mely a végtelen kozmosz felé nyit utat, Bolyai Jánost. Próbáltuk kideríteni a napóra működését. Az árnyékvető árnyéka egy furcsa időpontban kerül a következő testre, és pedig 3:45-kor. Hogy ennek mi a jelentősége, nem sikerült megfejtenünk. A városban még találunk napórákat. A volt felsővárosi fiúiskola ma a 7-es számú gimnázium nevet viseli. Mai épülete a szocializmus éveiben épült.
Ezt a monoton falat hivatott díszíteni egy vertikális napóra. A napóra 2016-ban készült és korrigáló táblázat is van hozzá, hogy percnyi pontosságra tudják leolvasni róla az időt. Szekeres Gerő világjáró alpinista háza, gyakorló mászófal. A ház udvarán is találunk egy napórát. Ekvatoriális napóra, melynek gnómonja egy részfelületre veti árnyékát. A városban található még 5 napóra egy magánházon, a Turbina partján. A ház az 1950-es években épült. 2 vertikális napóra látható, amelyek 2014-ben kerültek rá. Mivel a ház homlokzata nem dél, hanem délnyugat irányba néz, a frontfalon levő napóra csak a délutáni órákat mutatja. A rámerőleges óromfal délkeleti irányultságú. Ezért az ott levő napóra a délelőtti órákat mutatja egészen 2:30-ig. Itt az óravonalak végei követik a téli napforduló, illetve a nyári napforduló hiperbola vonalait. Bent az udvaron is található több napóra. Az egyik ekvatoriális napóra. A kör alakú számlapsíkja párhuzamos a föld egyenlítőjével. Az árnyékvető pontosan a sarkcsillag felé mutat. Így a számlapon az órabeosztások egyenletesek, 10 perces pontosságig van felosztva a napóra. Itt egy gömb napórát látunk, ugyanis az óralap, amire vetül az árnyék, gömb alakú. Végül egy alumínium lemezből készült hordozható napórát látunk. Itt tulajdonképpen 2 napóra van, egy ekvatoriális és egy poláris, ugyanis a napóra síkja átmegy a póluson. Ennél csak arra kell vigyázni, hogy a gnómon észak felé álljon, és már is mutatja a pontos időt. Sorozatunk következő részében maradunk Marosszéken, ugyanis vannak itt még napórák.